Üdvözlök a kedves nézőket, ez itt a Bum Bum Zóna. Sziasztok! Sziasztok! Ismételten az UFC-vel fogunk kezdeni, pontosabban a május hónap elejei UFC 274-es eseménnyel. Papírforma szerint három hatalmas bunyót tekinthettünk meg, az egyik az annyira nem volt fenomenális, de majd erről is beszélünk. Elsőként beszélnénk a Tony Ferguson versus Michael Chandler könnyűsúlyú bunyóról, ahol ugye egy gyönyörű front headkick KO-t láthatunk, aminek magyar megnevezése csapódó rúgás előre. Mit szólsz ehhez ennek a technikának a kivitelezéséhez? Mindjárt rámenti a technikára, azt hittem, hogy lesz valami felvezetés, meg hogy mi volt a első menetben. Gondoltam, hogy lőjük le a poént egyből. Lőjük le a poént, oké. Okay. Nekem az egy nagy meglepetés volt, meg ugye Fergusont nagyon ritkán látjuk kikáhozva. Pont ő az az ember, akit nem lehet lekopogtatni és nem lehet kiütni. Tehát már a teste hamarabb adja föl a szolgálatot, mint hogy ő valaha is kopogjon vagy föladja. Mégis egy nagyon jól irányzott, előre csapódó rúgást kapott állra. Tehát ennek a rúgásnak az a lényege, hogy előre tolod a lábadot, és a csípődet is teszed bele. Ez ugye elméletileg gyomorszájra lett, a Maigeri Kage, pontos megnevezése japánul, gyomorszájra lett kialakítva, de egyre gyakrabban, és a UFC történetében többször is használták pont erre, hogy fejbe is rúgják, mivel szabályos, tehát ez egy teljesen szabályos technika. A lényege az, hogy fölfeszíti a lábujjait, és úgymond a párnás részével rúgja meg magát a rúgást, amiben a csípőjét is belelöki az illető, vagy akár még ugrásból is lehet, egy ilyen pici szökkenéssel, amivel lopja a távolságot, de sima álló helyzetből is lehet első és hátsó lábbal is. A hátsó láb az ugye mindig erősebb, mert nagyobb a mozgástér, míg odaér a láb. Joe Roganék azt mondták erre a technikára, hogy szerintük ez volt a legszebb és legeffektívebb frontkick KO, amit láttak. Joe Rogan látta azért Anderson Silvának azt a frontkick KO-ját is még a régebbi időkből, szerintem az is hasonlóan. Tehát ez egy egyenes rúgás, ami szúró rúgás, nagyon máshogy nem lehet kivitelezni, csak egyenes vonalúan. Ha állat talál, akkor szerintem ilyen 99%-osan abból kiütés. Kiütés van belőle, igen. Így magyarul hülyén hangzik, ugye knockout, tehát KO. Igen. Nagyon örülök, hogy így statisztikailag próbáltad definiálni, hogy milyen hatása van egy bizonyos ütésnek attól függően, hogy hol találja a bunyóst, ugyanis arra lennék kíváncsi, hogy mik szerinted a legsebezhetőbb pontok a fejkörnyéken? Egyértelműen az áll. Tehát több kiütési pont is van végig az áll csúcs mentén is, és itt széllen is. Mivel egyenes összeköttetésben van az állkapcsod az aggyal, és ez egy védekező mechanizmusa az agynak, hogy ő kikapcsol. Tehát azért állulsz el, azért esel össze, mert akkor a trauma éri az agyat, hogy ő jobbnak látja kikapcsolni. Mivel lejted a telefonodat, most kikapcsol. Nem is esett ki belőle a batteri, de kikapcsol, mert a telefon is úgy érzi, hogy az lesz neki jobb, hogyha akkor nem vesznek el róla adatok. Valahogy az agy is egy picit így működik. Illetve még a fül mögötti halántékrész is hasonló, nem? Igen, csak az sokkal nehezebb eltalálni. Azért egy állkapcsot, igen. Hogyha vesszük, ahol több kiütési pont van, könnyebb eltalálni, mint a fültőn azt az egy-két pontot, ami megtalálható. Még a bunyóról is akkor mondjunk pár dolgot. Attól függetlenül, hogy ennyire egyik pillanatról a másikra lekapcsolták a villant Fergusonnál, azért ő is veszélyeztetett, főleg az első körben. Igen, tehát pont ezzel akartam én is kezdeni, hogy azért az első menetben Tony Ferguson volt, tehát egyből megindult, nem szórakozott, mindjárt erős technika, nem nézte az ütőtávot, ő mindjárt. Tehát én azt szeretem benne, hogy nem tilitolizik fél percig, hanem oda megy, és elkezd bunyózni az első másodperctől.
sok embert azzal vert meg, hogy meglepte őket, hogy semmi távfölmérés, meg technika fölmérés, hanem egyből. Tony megy. Nekem ez tetszett pont, és ő az ember, aki nem ijed meg attól se, hogyha a hátára kerül. Ez történt itt is, ugye Chandler gyönyörűen levitte őt, brutálisan kijön, mert fizikálisan Chandler szerintem messze Tony fölött volt. Brutális fizikai, látni lehetett a hátán, hogy milyen izomzatot épített magára, még úgy is, hogy hoznia kellett a súlyát. Ugye Chandler egy alacsonyabb bunyós ebben a súlykategóriában, ezért ő sokkal szélesebbnek néz ki, mint akik magasabbak. De ezt a javára is tudja úgymond fordítani, mert olyan kirobbanó ereje volt neki, hogy Tony hiába látta azt a lábra támadást, egyszerűen nem volt esély ellene. Így van, és akkor Fergusonról igazából azt is elmondhatjuk, hogy hiába van három vagy négy meccses vesztes sorozaton, itt is veszélyesnek tűnt, szóval amikor a mérkőzés után azt mondta, hogy tovább edz és vissza fog térni, akkor azt igazából igenis komolyan vehetjük. Igen, én mindig azt mondom, hogy ha veszt egy bunyós, meg kell nézni, hogy ki ellen vesztett, meg milyen meccsei voltak. Tehát nem mindegy, hogy egy 20. ranked bunyóssal bunyóztál, és ott vesztettél hármat, vagy a top 5-ből vesztettél, és elmúlt három bunyója, az mind top 5-ös bunyósokkal volt, ha jól emlékszem. Igen, igen, hát például Oliveira, ugye, vagy Gaethje, szóval egyértelműen. És Michael Chandler számára volt ez nem akármilyen győzelem, méghozzá olyan magnitűdű, hogy McGregort hívta ki utána, és most már erről komoly beszédek is folynak, szóval esélyes, hogy megvalósul. Ez egy érdekes, én követtem amúgy a fölkészülését is a Chandlernek. Nagyon jó helyen edz, tehát Kamaru Usman is a csapattagja ott a Sanford MMA-be, Borics Ádám is ott készül a meccseire, tehát egy nagyon jó kis csapat van körülötte, szokják mimikálni mindig a másiknak a bunyóját, tehát például Usman azt csinált a Chandlerre, amit konkrétan mesélt is a videóba, hogy ő próbálta mimikálni Fergusonnak a stílusát. És mivel azt próbálta mimikálni, Chandler pontosan arra az emberre próbált meg fölkészülni. Tonynak meg fölkészülését nem lehet nézni, mert a Tony az mindent csinál, fát rugdal, csövet rugdal, tehát ő olyan, mint a bunyója is. Hirtelen nagyon mindent. Vasat könyök el, hogy úgy keményítse, stb. Igen, tehát jó, edzenek rendesen is, nem azt mondom, csak hogy ő neki van ez a kicsit furaságai, amiket csinál, míg Chandlernek az látni rajta, hogy az étrendben van tartva, az előréti edzés, pontosan tudja mit, mikor, hogyan csinál. Egy gép, szerintem. Ami nem rossz, mert ennek a divíziónak kell már valaki, aki fog tudni valamit kezdeni följebb is. Valamilyen szinten a McGregor részére visszatérve azt érzem, hogy közben jött az a szó, hogy pénz a Chandlernél. Tehát azért én mindig két oldalról vizsgálom azt az embert, aki McGregorra akar bunyózni. Khabib nem a pénz miatt akar például vele bunyózni, ő volt a legjobb, meg kellett méretniük mind a kettejüknek. Persze jó pénzt kapott mind a kettőért, tehát a legnagyobb pay-per-view-t generálták, stb. De Khabibnál nem az volt a legelső motiváció szerintem, hogy a pénz. Míg itt Chandlernél azért el lehet rajta gondolkozni, mert akkora pénzeket nem kapnak, mint McGregorral kapnának. Tehát nem hiába mondta Red Panties Night. Azt szokja mondani, ugye, hogy vegyétek elő a feleséged, de a legszebb ruhát, mert ünneplés van. Uha, igen, igen. Már velem fogsz bunyózni, és akkor lesz pénz. Igen, igen, egyértelműen. Jó van, volt itt egy, hát ez így csak félig meddig lehet bajnoki bunyónak titulálni a Justin Gaethje Charles Oliveira meccset, ugye? Ugyanis Oliveira, mint címvédőként lépett volna a ketrecbe, de nem tudott lefogyasztani, szóval ő ugye alapból úgy lépett a ketrezbe, hogy nem lehetett bajnok akkor sem, hogyha győz, de Gaethje viszont lehetett volna. Van egy ilyen szabály a UFC-nél. Tehát, hogyha te bajnok vagy, és nem szorod a súlyod, akkor automatikusan veszik el az övedet. Tök mindegy, hogy nyersz vagy vesztesz. Ez egy általános szabály, amit követ a UFC. Tehát Oliveira mindenhogy elvesztette, ha nem mérkőznek meg, akkor sincs meg az öve neki.
Tehát itt valójában a show miatt van aztán a megmérkőzés, meg hogy a másik fél ne legyen megrövidítve, ami nekem nagyon szimpatikus, mert hogyha bunyózunk mi ketten, én lefogyasztok, én megcsinálom a munkát, jól csinálom meg, te meg nem. Az miért az én hibám? Én azért miért legyek megfosztva bármitől is? Persze, a lehetőségtől. A lehetőségtől, hogy bajnok legyek, mert igazából ott dekákról volt, két dekáról volt szó. Igen. Én nem fogom azt mondani, hogy az nem számít, mert... Szabály a szabály. Szabály a szabály. Tehát valahol meg kell húzni a határt, mert ha azt mondjuk, hogy jó, elfogadjuk még azt a két dekát, mert mi akkor az... Akkor mindenki... Akkor most mindenki elkezdi azt a két dekát húzni, és arra is rátesznek, és akkor a végtelenség mehetünk. Tehát valahol kell tényleg egy határnak lennie, én azt mondom. Sokszor amatőrben is van határ. Tehát én mérlegeltem 92,1-el, és mondták, hogy jó, ráfogjuk a mérlegnek a hibájára. Volt, hogy majdnem nem akartak engedni versenyezni, mert hogy 92 a súlyhatár. Tehát, hogy ez azért nem játék, és én úgy érzem, hogy profi szinten legyen már egy bunyósban annyi. Ha nincs, hogy magad például meg tud csinálni azt a súlyt kajával, fogyasztással, vízhajtással, akkor fogadj fel egy szakembert magad mellé, profi vagy, tehát ebből élsz, én azt mondom, hogy az annak magával értetődőnek kell lennie. Igen, igen. Viszont Olivier nem fellebbezett, vagy ilyesmi szóval, nem, abszolút, abszolút jól kezelte. Viszont lényeg a lényeg, hogy Justin Gaethje nem élt a bajnoki lehetőséggel, és Olivier igazából, hát hogyha oficiálisan nem is, de megmutatta, hogy még mindig ő, ahogy is mondjam, a nem hivatalos bajnok, ugyanis egy gyönyörű rear naked choke-ot, tehát egy hátsó folytást vitt ugye véghez. Igen, Gaethje próbálkozott állva is, de én úgy érzem, hogy Gaethje is kicsi termetben erre a súlycsoportra. Tehát Khabibtól is alacsonyabb volt, Oliveirától sokkal alacsonyabb. Tehát én azt érzem, hogy lehet, hogy Gaethjenek egy súlycsoporttal lejjebb, mert a gyorsasága meg megvan hozzá. Nagyon jó KO ereje van a kezeibe, amit kicsit úgy érzek, hogy McGregornak is az volt, tehát ő abban a súlycsoportban is azért tudott nagyokat KO-zni, mert súlycsoporthoz képest neki nagyon nagy ereje volt ahhoz képest. És Gaethje is, nem tudom, érdekes lenne, hogyha egy kis izmot is vesztene, hogy mennyire befolyásolná a bunyóját, ezt valójában ők tudják jobban. Csak azt éreztem a Khabib bunyónál is, meg itt is, hogy olyan, mint hogyha kevés lenne termetileg ehhez a bunyó, mert nagyon gyors volt, jók voltak az ütései, de mégis le lett dominálva, és vagy csak egyszerűen ennyit tud földön. Hogy látod te a bajnoki képét ennek a könnyű súlynak, ugyanis ugye itt most kicsit fel lett kavarva a por ezzel a... Mindenképpen Olivier-re az egyik fél, aki mehet az övér, tehát én nem venném el tőle, most egy súlyhozásért megverte Gaethjet, meg előtte mindenkit, tehát ennyi jár egy volt bajnoknak, szerintem. Másik meg ugye, hát Chandler is lehetne. Chandler is lehetne, vagy akár, hogy is hívják a Dagesztánit? Makhachev. Islam Makhachev. Makhachevnek még kellene menni vagy Gaethjevel, vagy Chandlerrel, vagy... Most Dariussal fog, nem? Azt hiszem, hogy eltörölték. Darius lesérült. Ja, tényleg, Darius lesérült. És Dan Hooker ugrott be. Akit ugye megvert, mert ott az... Kevés ide volt felkészülni, stb. Meg nem volt olyan a földje neki, hogy az rendben lett volna. Úgyhogy én azt mondom, hogy Makhachevnek még kellene egy meccs. Úgyhogy mivel Chandler ilyen teljesítményt tudott produkálni, én nagyon szívesen megnéznék egy Oliveira versus Chandlert, és például a Gaethjet Makhachevnek, csak Gaethjenek megint adni egy nagyon jó földharcost, nem tudom, hogy az mennyire marketingileg, mennyire lenne jó. Csak ugye Oliveira Chandler az megint visszavágó lenne, az ugye volt nem régen, Oliveira ugye kiütötte Chandler, szóval meglátjuk, hogy mi lesz még ebben a... Ez egy érdekes divízió most, ebből a szempontból. Nagyon nehéz olyan embert hozni, aki jó is, tudjuk róla, hogy jó, mert voltak olyan meccsei, és még nem volt meccse a top 3 bunyóssal. Rose Namajunas versus Carla Esparza volt a hölgyeknél az a súlykategória, amit nem tudunk pontosan magyarul definiálni, a strawweight, ami 52 kg.
kérem vissza a 25 percemet az életemből, mert én ilyen, próbálok szépen fogalmazni, én ilyen eseménytelen, unalmas, bunyózni nem akarást már nagyon régen nem láttam. Tehát ez körülbelül az a szint, mintha valaki fölmenne, és én nem akarok amúgy bunyózni, csak ide jöttem, és akkor csak levegőbe ütök meneteken keresztül. Néha megütöm a másikat, de nem próbálok semmit kivitelezni, és nem csak az egyik félre, tehát millió meccs volt, az egyik fél passzív volt, de olyan, hogy egy bajnoki címmérkőzésen mindkét fél ilyen passzivitást vált ki egymásból, a számomra megdöbbentő. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki kihívó és bajnok szeretne lenni, akkor mindenképpen annak az illetőnek százon kell pörögni ahhoz, hogy ő megszerezze azt a bajnoki övet, és mindent meg kell érte tennie, és jó, első két menetben kicsit passzív, de utána már látnia kell, hogy oké, nekem mennem kell, nekem itt bizonyítanom kell, hogy én legyek a bajnok. Másik oldalon meg aki az öv, annak meg kell védeni azt az övet, tehát ott is százon kellene pörögni a illetőnek ahhoz, hogy én vagyok a bajnok, meg is kell mutatnom, hogy én vagyok a bajnok, be kell, hogy bizonyítsam azt ott, hogy jobb vagyok, mint a másik, és az egy ilyenre abszolút nem volt még példa. És a meccs végén az meg külön meglepett, hogy érdektelen arcok voltak. Tehát csönd volt a stadionban, fölrakták rá az övet, azt, ez volt a reakció. Ki is fütyülték. Aztán meg ki is fütyülték, tehát ilyet én UFC gálán nem hiszem, hogy láttam, de még amatőr gálákon is, tehát ha volt egy rossz bírói döntés, akkor szokott lenni fütyülés. De hogy a bunyósokat kifütyüljék ilyen szinten egy világszervezetnél, Egy bajnoki meccsen, aminek egy bajnoki öv a tétje, egy világbajnoki cím, hát én még ilyet nem láttam soha az elmúlt 10x év alatt. Én annyit fűznék talán hozzá, hogy én nem is annyira unalmasnak mondanám, hanem inkább azon típusú videóanyagnak, amit én érzem magam kellemetlenül, hogyha néztem. Szekunder szégyenérzeted volt tőle, hogy ilyen bunyót kell nézni. Igen, és annyira abszurd történések voltak. Tehát, hogy például a harmadik és a negyedik kör között Rose Namajunasnak az edzője, aki ugye egyben a férje is, Pat Barry, aki volt profi bunyós, ugye? UFC-ben is bunyózott. Igen, olyan tanácsokat mondott neki, hogy you are doing fine, tehát hogy jól teljesítesz, meg hasonlók, miközben egy kézen meg lehetett köbben számolni, hogy mennyi jelentős ütés próbálkozása volt 3-4 kör alatt, ami teljesen olyan, hogy fölfoghatatlan. Hogy tehát milyen... 15 perc tiszta bunyóról beszélünk. Tehát, hogyha valaki úgy próbálja elképzelni, mi az a 3 kör, 15 perc tiszta bunyó, és kevés volt az ütés. Óriási kritikák érték Pat Barryt amúgy, emiatt, meg aztán kikezdték a múltját is, ami inkább bulvár rész, abban nem szeretnék belemenni. A Rose Namajunasszal való kapcsolatát kezdték ki, de főleg amiatt, mert hogy ilyen tanácsokkal láttál, hát ez rossz edzői tanács egyértelműen. Abszolút egyetértek. Szerintem menjünk a következő UFC eseményre, amiről ott is nem, tehát nem igazán egy konkrét bunyóról, vagy annak a történéseiről, vagy a teljesítményekről akarnánk dumálni, hanem arról, hogy Jan Blachowicz széjjel rúgta ismételten Alexander Rakic térdét, pontosabban a vádliát, és magyarázd el kérlek, hogy ez hogy függ össze azzal, hogy kiugrott a térde. Ha nem is közvetlen összefüggésben van, nagyon, tehát a UFC és az MMA világ, a modernkori MMA világban egyre populárisabb az úgynevezett calf kick, tehát a vádlinak a hátsó részének a rugdalása. Tehát ez egy picit nem szemből van, tehát picit kimegy oldalra, és onnan rúgja meg a vádlit. Tehát csont a puhát. Tehát nekem mindig azt tanították, hogy keménnyel puhát üssek, puhával keményet. Mert akkor nem fog fájni nekem. Tehát ha én csonttal ütök, akkor ne csontot akarjak vele ütni vagy rúgni, mert az fájni fog nekem is, hanem puha, tehát izmot magyarán. És itt is az a lényeg, hogy kilép,
onnan rúg sípcsonttal, és a vádlinak a hátsó, alsó részét rúgja meg a boka fölött nagyjából egy 10-15 cm-re. Nagyon fájdalmas, és elég belőle 3-4 rúgás, hogy handicapped legyen a bunyó további részében. Láb tájékon, térd igen. Alatti igen. Tájékon, tehát ott... És hogyha valakinek már van valamiféle sérülése a térdén, vagy nem teljesen stabilak a szalagok, vagy túl van terhelve a elmúlt hetek edzéseitől, az is kiválthat egy úgynevezett kiugrását a térdnek. Nem néztem meg pontosan, hogy eleszakadtak a szalagjai, de valószínűleg igen. Mert nekem is volt egy hasonló sérülésem, és én is ott rosszul léptem. A térdemnek, tehát a lábfejem letapadt, a térdem alja letapadt, a térdem teteje pedig ment tovább. És ez eredményezte azt, hogy elszakadtak a szalagok. Itt egy ilyen hátralépés volt amúgy, de picit oldalra is, mivel oda tette a súlyt, azért arra csuklott meg a lába, de hogy láttam, mindjárt kikapta maga alól a lábát, arcmimikán lehetett látni azt, hogy mennyire fájdalmas neki az, és leült. Tehát ott mindjárt tudták, hogy nincs értelme tovább folytatni a bunyót, egy olyan sérülés. Érdekes McGregornak, amikor eltörött a lába, McGregor bunyózott tovább, és még végment ugye a menet, és nem TKO lett a vége, hanem injury. Itt meg ugye az injury-vel záródik. Tehát technikai KO-nak hívják azt is, csak sérülés van mellé. De érdekes, hogy mondtad a McGregort, mert ugye a lábtörés előtti bunyón a Poirier ugyanezt a technikát alkalmazta, tehát úgy szétrúgta a McGregornak a vádliát, hogy ő is kénytelen volt leülni, és aztán tehetetlenül nagyjából védeni magát, és aztán azt is lefújták, ugye? Most pedig átváltanánk a hazai szénára, ami igazából annyira ugye nem is hazai, ugyanis ami most volt hétvégén oktagon esemény, az ugye Frankfurtban, Németországban zajlott, és hát Bukinak sajnos nem jó eredménnyel zárult a bunyó, ugye kiütötték őt, és erre reagálva ne is annyira a teljesítményt nézzük szerintem, hanem inkább a bunyó utáni történteket, meg mondjuk reakciókat. Igen, elég erős kritika illette Bukit, vagy a úgymond rajongói kikezdték őt, hogy hát mi volt ez, meg hogy vagy, mégis hogy volt ez az egész, miért ütöttek ki, stb. Ez volt az egész, ami elindította ezt a lavinát. Buki erre egyébként azt reagálta, hogy nektek a bunyós csak addig jó, amíg nyer, és amint veszít, egyből szapuljátok. Igaza van. De ez minden sportban így működik. Tehát most a foci a legpopulárisabb sport, azt tudom fölhozni, amíg megy a csapatnak, meg nyer a csapat, addig hurrá, istenítsünk mindenkit, amikor meg kikapnak kétszer, akkor meg fúj, ez ilyen, meg olyan, tehát mindennek hirtelen el van mondva. Csak más egy csapatot értékelni, meg máshogy veszi ezt egy bunyós, szerintem. Valamilyen szinten persze ezt kezelni tudni kell, de amúgy teljes mértékben igazat adok neki. Tehát ne akkor legyen valaki rajongó, meg akkor szeressen valakit, hogyha egyfolytában mindig győz. Én így vagyok például McGregorra. Én nagyon szerettem McGregornak a bunyóját, mai napig is nagyon szeretem, és szurkolni fogok neki, akármennyire is ez egy nem populáris vélemény, én szurkolni fogok neki, mert ő az, aki azzá tette az MMA-t, ami most valójában. És a szlovákiai MMA-t, meg a Buchingerivel, meg a Vég Attila tette azzá a világszinten, mint ami most. Tehát lehet, hogy ha ők nincsenek, oktagon sincs még. Tehát lehet, hogy ez kialakult volna, de biztos, hogy nagy szerepük volt benne. Amit nem lehet tőlük elvenni, és most azért, mert valaki veszt, ennyire kikezdeni, nem tudom. Ez nem épp a legetikusabb dolog szerintem. Buki egyébként már a meccs előtt is ugye térsérüléssel bajlódott, és elmondta, hogy könnyen meg lehet, hogy ez is közrejátszott ahhoz, hogy mentálisan ne legyen teljesen ott a meccsen. És egy másik szerencsétlen dolog pedig, hogy amikor Birko technikával el akarta
kapni a Keitát, és a földre akarta vinni, és a Keita pedig kimenekült belőle, hogy akkor a Buki érezte, hogy roppant a válla, de ilyen ismételt kattogósan, és azt mondta, hogy szerinte biztos, hogy szakadás van ott, szóval valószínűleg két operáció is vár rá, úgyhogy ha figyelsz minket, akkor jobbulást kívánunk. Ehhez lenne egy olyan kérdésem, hogy szerinted mennyire függ sérüléstől és karaktertől, hogy ki hogyan kezel ilyen problémát már, mint ott a meccsen? Nagyon. Szerintem óriási mentális erő kell ahhoz, hogy valaki föl tudjon dolgozni egy olyan sérülést, és ne arra figyeljen, hanem mentálisan az ellenfélre és saját magára figyeljen. Ezt saját tapasztalatból is tudom. Én 2 évig szenvedtem egy térdsérüléssel, tehát úgy mondom, hogy szenvedtem, hogy a műtét után 2 évig nem tudtam azt a saját magamnak felállított mércét megugrani, amit én szerettem volna versenyeken. Rám nagyon kihatott, lehet, hogy mentálisan nem voltam rá annyira fölkészülve, hogy egy ilyet kezelni tudjak, lehet, hogy hamarabb el kellett volna engedni, nekem is, tehát hogyha ez ugyanúgy egy profira is szintén hatással van. Ez nem olyan egyszerű, hogy most neked megműtik a térdedet, edzesz vele, de érzed, hogy nem a legjobb, és most akkor azt mondod magadnak, hogy ne figyeljek rá. Azért ez nem olyan egyszerű. Plusz olyan terhelés, amit egy profi sportolónak a teste kap, azt sok ember, sok kritikus el se tudja képzelni. Tehát lehet, hogy egy hétig nem bírná ki az illető, azokat az edzéseket, a kétfázisos, folyamatos terheléses edzéseket, amit egy ilyen sportoló teste kibír. Volt még egy esemény, ami Magyarországon volt, Amatőr Kempó Európa Kupa, ahol igazából a felvidéki klubok együttesen vettek részt, tehát a Szlovák Kempó Szövetség égisze alatt, a Bősi Kempó MMA is részt vett, és közösen voltunk még a pozsonyi karate klubbal is. Úgy voltunk, mint felvidéki harcművészek valójában. Úgy ez a 3 csapat együtt indult el ezen a versenyen. A karatésok, ha jól tudom, 16 aranyat szereztek, nagyon szép eredményt technikai versenyszámokban, a komáromi és a bősi klub pedig küzdelmi számokban hozott el szintén elég nagy számban érmeket. Nagy-nagy gratuláció a helyezéseknek. Végezetül pedig zárnánk Borics Ádámmal készített interjúnkból egy részlettel, és mi pedig elbúcsúzunk. Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok! Hát igazából én mindig is erről álmodoztam, hogy én leszek, aki megváltja a magyar MMA-t, hogy kiemeli a porból, vagy a mély repülésből igazából, mert egy időszakban azért elég jó volt a magyar MMA, jött fel, aztán valahogy rossz irányt vett, és én régen néztem ezeket a meccseket, és tudtam, hogy ennél a színnél többre vagyok képes, és hogy hiszem azt, hogy ki lehet törni innen is, és be lehet jutni nagyligákba, és remélem, hogy én így megnyitottam a kaput a magyar MMA-nak. Szerintem így ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem a környező országokra is jobban odafigyelnek, szóval mindenképpen örülök ennek a dolognak. A fejlemények úgy vannak, hogy egyelőre nem tudják, hogy pontosan még akarnak-e egy harmadik meccset, vagy én kapom a cím meccset. Igazából én nagyon elkeseredett lennék, és nagyon ideges, ha nem én kapnám ezt a mérkőzést, mert az utánam lévők azok sorba úgy jönnek, hogy Metz Barner, az utolsó ellenfelem, akit megvertem, azután jön Pico, már őt is megvertem, azután meg jön Jeremy Kennedy, akit meg Metz Barner előtt vertem meg. Szóval igazából nincs kivel bunyózom, viszont az, hogy várnom kellene akár mondjuk 10 hónapot, vagy lehet, hogy egy évet is, az meg nem olyan jó 28 évesen, hogy pont most lennék a csúcson szerintem, most indul a csúcs pont a karrieremben, és nem lenne jó várni sokat. Hát más irányba egyáltalán nem lépnék, tehát nem nyitnék ilyen PFL vagy ONE FC felé,
Megfordult ez is a fejemben, a menedzsereimmel beszéltünk erről, csak mindenki pénzből él, és nem nehéz kitalálni, hogy ez igazából valamint egy munkahely, hogy egyre magasabb szintre jutsz, egy Bellator címmérkőzés sokkal többet fizetne, mint egy átlagos UFC mérkőzés, és azért ezt is nézni kell, hogy valamiből élni kell. Ez még a jövő zenéje lesz. Valószínűleg engem ugye a szerződés köt a Bellatorhoz, tehát azért nem lenne ez olyan egyszerű dolog, ők se szívesen engednék el az egyik top bunyósukat. Szóval itt még lesz harc, de én bízok a univerzumba, hogy már nagyon sokat áldoztam ezért, és nagyon sokat tettem azért, hogy a cím közelbe kerüljek. Sőt, ugye ezt a mérkőzést is úgy vállaltam el, hogy oké, elvállalom, de akkor biztosra a címért megyek, mert engem megszívottak igazából, mert tavaly decemberben engem hívtak, hogy AJ Mackie-vel bunyózok decemberben a címért, aztán eltolták január-februárra, aztán Pitbull bejelentkezett, tehát ilyen ez a bunyós szakma.